Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 6-án kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ezen a napon van egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, egy tisztító hatása. Jelenti a spirituális területeket is, hiszen itt kinyílik erre a területre egy égi kapu. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mars bolygó. A védikus asztrológia szerint február 6-án áttér a bak jegyébe, és ott marad március 15-ig. Mars bolygó jelenti az élet erőnket. A kérdés az, hova kellene befektetni ezt az erőt. Ez kihat ránk hölgyekre is. Itt magas célokról, sikerekről, elismerésekről van szó. Az is fontos, hogy ne adjuk fel a terveket, legyünk türelmesek és kitartók. Mars bolygó az egy férfias energia, és jelenti a férfiakat is. Hogy a férfiaknál itt a következő hetekben meg lesz a türelem, a kitartás, vannak célok, elvárások is, hiszen elvárják azt, hogy megkapják az elismeréseket. De visszatérve erre a portál napra. A maják számították azt ki, hogy mikor van ez a portál nap. Ha érdekel a maja naptár, erről beszámolok naponta, függetlenül a portál napoktól a Facebook oldalamon. Ezt megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám, vagy egy rezgés mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap február 6-án a 12. nap az 5. hullámban. Az azt jelenti, hogy itt lesz egy új kezdet, sőt, vannak külső befolyások is. A feladat az, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogy hat ránk ki, ez a külső befolyás. Ez előnyös vagy hátrányos, és tulajdonképpen mi hozunk döntéseket, hogy ezt elfogadjuk-e, igen vagy sem. Az energia azt is jelentheti, hogy mi befejezünk valamit, vagy lezárunk valamit, és lesz egy új irány, egy új kezdet. Lehet, hogy mi saját magunk indítunk, vagy nálunk vannak konkrét tervek, de nem egyedül valósítjuk ezt meg, hanem lesznek befolyások kívülről. De mi hozzuk a döntést, hogy ezt elfogadjuk-e vagy sem. Az is lehet, hogy tervezel egy munkahelyi változást, vagy a munkahelyeden vannak ötleteid, amit szeretnél megvalósítani, de mások beleszólnak, vagy mások segítenek ebben.
Az is lehet, hogy a családon belül akarsz valamit megváltoztatni. Például lezárod a lakhelyedet, lesz egy költözködés, lesz egy új lakhely. Vagy az otthonodban változik valami. Ez a te terved, ez a te ötleted, de nem egyedül valósítod ezt meg, hanem vagy beleszólnak mások a dolgaidba, vagy segítenek neked ezt kialakítani. Ez az energia kihat a párkapcsolatra is, amikor nálad lesznek most ötletek vagy tervek, mert tervezel egy kiruccanást, de nem egyedül végzed, hanem vele együtt. Tehát ez az eszencia, hogy nálad van a gondolat, ez a terv, de nem egyedül csinálod, hanem másokkal. Ez lehet a kolléganőd, a barátnőd, valaki a családból, vagy lehet a társad is. A maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a napon, február 6-án Kán uralkodik. Kán az lefordítva magvat vagy magvakat jelent. Te ülteted el ezeket a magokat. De kell a türelem, kell a kitartás, ugyanúgy, ahogy Mars bolygó jelzi ezt a bak jegyéből. Mert ha egy virágot elültetsz, akkor sem szeded ki azt naponta, és nem nézed meg, hogy a gyökerei még ott vannak-e, hanem tudod azt, hogy idővel növekedni fog, virágozni fog. Megvan a bizalom, és ez kell most egy új kezdetnél. Indítasz valamit, lesznek változások, ez a te ötleted, de nem egyedül végzed, hanem másokkal együtt, és hagyd pihenni a dolgokat. És legyen meg az a bizalom, hogy amit kezdesz, amit elültettél, vagy közösen ültettetek el, ez növekedni fog, ez hoz nyereményeket, ez kivirágzik, ez gyümölcsözni fog, itt lesz termés, itt lesznek sikerek. Kán az lefordítva magot vagy magvakat jelent, de jelent hálózatot is. Hogy itt megvannak, vagy meglesznek a kapcsolatok, itt kibővül valami. Ezek lehetnek szerződések, ezek lehetnek sikerek, vagy mások közelednek hozzád, és így bővül ki valami, lesznek új kapcsolatok, mert tudják azt, hogy te értékes vagy, vannak jó ötleteid, kedvelnek téged. Tehát kialakulhatnak szép baráti kapcsolatok, vagy kialakulhat egy új párkapcsolat is. Amikor hálózatról van szó, és erről beszélünk, akkor meg kell említeni az internetet is. Például dolgozol az interneten keresztül, és így kapsz szerződéseket, vagy jelentkezel valahova, és lesznek új baráti kapcsolatok, vagy egyedül érzed magadat, és keresel egy új párkapcsolatot, akkor most jó ez az időpont arra, hogy jelentkezz egy bizonyos oldalon, ahol meg tudsz ismerkedni valakivel, és itt kialakulhat egy szép, kellemes, tartós párkapcsolat. Most összefoglalom azt, hogy miről van tulajdonképpen szó ennél a portál napnál. Ennek van egy gyógyító hatása. Lehet, hogy nem betegségről van szó, hanem benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig téged betegített. Akkor ez az energia, vagy ez a szertartás segít abban, hogy kilépj ebből a helyzetből,
hogy felszabadulj ezektől a dolgoktól. Azon kívül segít abban is, hogy legyenek jó ötleteid, vagy légy bátor, hogy ezt kimondd, hogy mit szeretnél elérni. Ebben a helyzetben nem vagy egyedül. Mások segítenek neked. Sőt, még azt is mondanám, hogy mások jónak látják az ötleteidet, hiszen megvan a lelkesedés. Tehát együtt dolgoztok ki valamit. És ezek a kapcsolatok fontosak. És ha most elültetsz szimbolikusan valamit, mert indítasz egy új irányt, vagy új kapcsolatokat, vagy megvalósítani szeretnéd a terveidet, az kivirágzik. Ez gyümölcsöt hoz, de fontos a türelem. Hiszen a türelem rózsát terem. És ez volt a felvétel. Ha tetszett ez a videó, akkor örülnék annak, ha lájkolnátok, írjátok le a kommentárba véleményeteket, vagy iratkozzatok fel erre a csatornára. Annak is örülnék, ha meglátogatnátok a Facebook oldalamon, kettő van, Dendera Susanna vagy Dendera Susanna Medici. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!